Oktatás. Országos szinten is kiemelkedő az oktatás akadályban, az Apácaiban pedig indul a francia két tannyelvű képzés. Újraélesztés az iskolában, hamarosan már oktatják is az életmentő ismereteket. Hazafias nevelés. A nyíregyházi Krúdy Gyula gimnázium diákjai a jövőben katonai jellegű képzést kaphatnak az osztályfőnök és testnevelés órákon. A megye és a megyeszékhely legjobb általános iskolája lett a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola, országos szinten pedig az előkelő 40. helyet ért el. Ez a Kölcsei Televízió iradója. Köszöntöm Önöket! Az eredményt az elmúlt 5 év kompetencia mérései alapján határozta meg az oktatási hivatal. Egy másik nyíregyházi általános iskolának, az Apácainak is jelentős szerepe van a megyében és az országban egyaránt. 2020. szeptemberétől itt indul elsőként francia két tannyelvű általános iskolai osztály. Több ezer iskolát hasonlítottak össze az elmúlt évek országos kompetencia méréseinek eredményei alapján. Így Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza legjobb iskolája lett a Kodály, országos szinten pedig az előkelő 40. helyet foglalja el az intézmény. Az első 39 iskola között 26 budapesti van. A legjobb iskola és a nyíregyházi Kodály elért eredményei között mindössze 21 pont van az 500-as skálán. A kompetencia méréseket 2003-ban vezették be. A 6-os és 8-os diákok alapképességeit próbálják ezzel felmérni. Szabolcs megyében mintegy 300 általános iskola működik. A Kodály az elmúlt években is mindig jól teljesített. Általában a felső 5%-ban szereplünk, de én az alapkompetenciák, ugye szövegértés, olvasás, számolási készség, stb. Mellett szeretném a Kodály vonatkozásában kiemelni az úgynevezett generikus kompetenciákra való koncentrációt, és ez nem egy intézményvezető gondolata, nem egy pedagógusé, hanem egy tantestületé. Ez azt jelenti, hogy amit leginkább a munkavilágába is majd kamatoztathatnak, vagy középiskolás korukban a diákjaink, legyen ilyen a felelősségvállalás, az elkötelezettség, a csapatmunka, a tolerancia, az érzékenység. Tehát ez sokkal összetettebb dolog, és úgy gondolom, hogy ez nem is áll meg az iskola kapujában, hanem nekünk az az elvünk, hogy az életre neveljük a gyerekeket. Egy másik nyíregyházi általános iskolának, az Apácainak is jelentős szerepe van a megyében és az országban egyaránt. 2020. szeptemberétől itt indul elsőként francia kétannyelvű általános iskolai osztály. Az intézményben 1988 óta van francia nyelvoktatás, így már több évtizedes hagyomány tudhat maga mögött az Apácai. Kutasi Angéla tanárnőnek sokat köszönhetnek a diákok, az országos versenyek első helyezett tanulóit, és a sikeresen nyelvvizsgázókat is ő készíti fel az iskolában. Az intézmény jogilag megkapta az engedélyt a kétannyelvű osztály indítására. A következő feladat, hogy ezt megtöltsék tartalommal, közölte Andó Károly 35 perc című műsorunkban. Gondolkodtunk, hogy hogyan is orientálódjon az intézményünk a nyelvek felé, akkor az angol és a német mellett a francia is felmerült, amely úgy gondoljuk, hogy egy újfajta hozzáállás a nyelvoktatásához, hiszen az unióban, ha belegondolunk, a jogi nyelvezet és az unió egyik nyelve is a francia. Az iskolában marad 4 osztály évfolyamonként, az A osztályban indul majd a nyelvi képzés. Ennek a kerettantervét május végéig el kell készítenie az intézménynek 1-től 8. osztályig. Azért is számít ez nagy feladatnak, mert nincs még egy ilyen az országban, ezért mindent a nyíregyházi Apácainak kell kitalálni. Az intézmény számít a tankerület, a pedagóguskar és a lektor segítségére is majd. Jelenleg 2 francia nyelvtanár dolgozik az iskolában, a jövő évtől azonban ettől többre lesz szükség, tette hozzá az intézményvezető. 2 nyelvtanár kezdte el az akkori időszakban ennek a úgymond a új bevezetésével, valamint van itt egy olyan cég, akivel nagyon jó kapcsolatot épített intézményünk, ő a Michelin, akik ugye Nyíregyházán is megjelennek, mint elég nagy foglalkoztatók, mint világcég, és a vezetőség is támogatta ezt az elképzelést, már a Michelin vezetőségére gondolva, mint gyakorlóiskolai státuszban hozzá kapcsolódva az ott lévő gyerekekhez, valamint aztán mindig 2-3 évent az irányultságok között is megjelent a francia, tehát a szülők mindig választották az intézményből, ez azt jelenti, hogy körülbelül
nagyjából a 15-20% a tanulóknak minden évben a francia nyelvet választotta. Az érdeklődésből úgy látszik, van igény a francia két anyanyelvű oktatásra már általános iskolában is. A heti 8 órás nyelvtanulás mellett a jó képességű diákok középfokú, a legjobb képességű diákok akár felsőfokú francia nyelvvizsgát is szerezhetnek a 8. osztály végére. A leendő első osztályosokat és szüleiket november 12-én várja a nyíregyházi Apácai Csere János általános iskola. Délelőtt egy interaktív ovis játszóházra, majd délután tájékoztató szülői értekezletre. A diákok hazafias nevelésének elősegítése a célja annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet a nyíregyházi Krúdy Gyula gimnázium és a Magyar Honvédség kötött egymással. A honvédelmi jellegű oktatás elemei a középiskola testnevelés és osztályfőnöki óráin jelennek majd meg. A honvédség részéről kiemelték, nem katonákat akarnak nevelni a krúdis diákokból, csupán pályaorientációs lehetőséget kívánnak számukra biztosítani. A nyíregyházi Krúdy Gyula gimnázium már 5 éve folyamatosan részt vesz a Magyar Honvédség által rendezett országos haditorna versenyen. A középiskola diákjai pedig minden alkalommal nagy érdeklődést mutattak az esemény iránt. Ebből kiindulva az intézmény egyik testnevelés tanára, Takács Sándor kidolgozott egy programot, amely által a Magyar Honvédséggel együttműködve beépítik a gimnázium oktatásába honvédelmi nevelés egyes elemeit. A programnak a lényege két részből tevődik össze, egyik egy párhuzamos oktatás, ami azt jelenti, hogy a tanmenet szerinti tanulás folyamat mellett szeretnénk becsempészni a honvédelmi nevelés egyes gyakorlati elemeit. Egy ilyen gyakorlati elem lehet például egy kétkezes váltófutás oktatása, a váltóbot helyett most egy fegyveres váltásra gondolunk. Egy alternatív sportolási lehetőség, mondjuk a közelharc. A közelharcot mondjuk egy páros küzdelem, katonai páros küzdelemre tudjuk átvinni. Mondhatnék számos példákat még ilyen jellegű gyakorlatokra, tehát ez végigkísérni az egész tanmenetet, a lehetőséget, illetve a másik lehetőség, másik területe, amikor is az egész iskola vonatkozásában valósulhatna meg ez az elképzelés, maga ez a program, hisz a pályaorientáció, a továbbtanulás, a közösségi szolgálatnak az 50 órás teljesítése, a hadi sírgondozás, a nyári táboroknak a lehetősége, a kadettképzés, a gyerekeknek a teljes felkészültségét segítő egyéb olyan rendezvények, nem beszélve az osztályfőnöki óráknak a lehetőségéről. Amíg alakulóban lévő új nemzeti alaptanterv a következő évtől kimondott célként tűzte ki a hazafias nevelést a közoktatásban, a Krúdy Gyula gimnázium mindezt megelőzve már is gyakorlati szintre léptette ezt intézményében, hangzott el a programot ismertető sajtótájékoztatón. A Magyar Honvédség részéről Kertész József százados úgy fogalmazott, a nyíregyházi iskolában egy remek partnerre találtak. Katonaként büszkék vagyunk rá, hogy az ország top 10-es gimnáziuma közül a Krúdy Gyula gimnázium lehet az, ahol először meginduljunk és kipróbáljuk ezeket a polgár és katonai segítségnyújtási formákat, illetve minél szélesebb körben lehetőséget kapjunk arra, hogy ne csak adott esetben a diákokat, hanem a szülőket is egy szélesebb körben tájékoztathassuk arról, hogy milyen munkavállalási lehetőségek, vagy milyen szolgálati formák állnak rendelkezésre a Magyar Honvédség keretein belül. A százados hozzátette, a megállapodás nem azt jelenti, hogy a Krúdy Gyula gimnázium a jövőben katonai iskolaként üzemel. A cél az volt, hogy alkalmat biztosítsanak a diákok számára a honvédelmi lehetőségek megismerésére és megkedvelésére. Hét évet kapott gyorsított eljárásban a próbaidő alatt erőszakoló férfi áll a nyíregyházi járásbíróság közleményében. Az eset néhány napja történt. A tényállás szerint a férfi 19-én este bekopogott a 68 éves idős nő házának ablakán, és cigarettát kért. Mivel a vádlott hangja ismerős volt, a sértett ki akarta nyitni a kulcsra zárt kaput, addigra azonban a fiatal férfi a kerítésen keresztül már beugrott az udvarra, ott az időskorú nő száját és szemét befogta, erőszakkal betuszkolta a házba, ahol akarata ellenére erőszakosan közösült vele. Ezt megelőzően ez év áprilisában a nyíregyházi vasútállomás közelében az ittas állapotú vádlott egy 18 éves fiatal lányt kapott el az utcán, száját és orrát befogta, földre rántotta és leszúrással fenyegette. Miután a lány segítségért kiáltott, a férfi elhagyta a bűncselekmény helyszínét.
A bíróság ebben az ügyben bocsájtotta 2 évre próbára a férfit. Mivel a vádlott az erőszakot a próbaidő alatt követte el, a bíróság a próbára bocsátást megszüntette, és a fenti bűncselekmények miatt halmazati büntetés szabott ki. Az ügyészség súlyosbítás miatt fellebbezett, így a bíróság elrendelte a vádlott letartóztatását a másodfokú eljárás befejezéséig. Általános iskolai tananyag lesz hamarosan az újrajelesztés. Az országos mentőszolgálat segítségével a 7-es diákok tanulhatják meg az életmentő technikát. A program során azt is szeretnék elérni, hogy minden iskolában legyen egy olyan felnőtt, aki ért az újrajelesztéshez. Harminc mellkas kompresszió, majd 2 levegő befújás. Elméletben egyszerű, de csak gyakorlással rögzülhet a helyes technika. Ennek elsajátítására találták ki az Ambu babát. Néhány hónapja egy ilyenen mutatta be a Vöröskereszt munkatársa az újraélesztés módját. Mivel ezek az ismeretek hamar megkopnak, időnként nem árt felfrissíteni tudásunkat. Ez szolgálja a humanitárius szervezet hősképzése. Az a mentők szakmai támogatásával megvalósuló program pedig az életmentő tudás megtanítására fókuszál, amely nem sokára indul el az általános iskolák 7. év folyamán. Az elmúlt időszakban a lakosság bevonásával nagyon komoly sikereket értünk el. 2,5 év alatt megduplázódott Magyarországon a sikeres újraélesztések száma, és ebben nagyon sok teendőnk van még. Az egyik legfontosabb lépés, hogy hangsúlyosabbá tegyük az iskolások számára, a gyermekek számára az életmentési ismeretek oktatását. Ezért örülünk nagyon annak az 50 millió forintos forrásnak, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosított. A részletek kialakítása, a pontos struktúra felállítása folyamatban van. Idehaza mentőszolgálat évente 8000 esetben találkozik közterületi újraélesztéssel. Percenként 10%-kal csökken annak az esélye, hogy a bajba jutott túlélje a rosszul létet. Ezért is fontos, hogy minél többen rendelkezzenek ezzel a tudással. Az új iskolai program során azt is szeretnék elérni, hogy minden iskolában legyen olyan felnőtt, aki ért az újraélesztéshez. Még hatékonyabbá válik ez a tevékenység akkor, hogyha a pedagógusokat is be tudjuk vonni, tehát az ő képzésük, oktatásuk is fontos eleme lehet a programnak. A 7. osztályos tanulók már nem csak értelmi, hanem fizikai szempontból is abszolút képesek arra, hogy egy újraélesztésnél mondjuk a mellkas nyomásokat hatékonyan végezzék, úgyhogy mi nagyon optimisták vagyunk, még tovább fog nőni a siker aránya a jövőben az újraélesztés kapcsán. Az életmentés segíti a 2 éve működő Safe City nevű mobil applikáció is. Heteken belül pedig egy újabb életmentő névre keresztelt alkalmazás is szolgálja ezt a célt. Pénteken ismét hazai környezetben lép pályára a kisvárdai női kézilabda csapat. Bakó Botond jelenleg 8. helyen álló együttes az NB1 7. fordulójában a 13. Békés Csabát fogadja. A mérkőzés 18 órakor kezdődik a városi sportcsarnokban. Bő 2 hét szünetet követően játszik ismét bajnoki mérkőzést a kisvárdai csapat. A legutóbbi fordulóban Székesfehérváron elszenvedett 32-25-ös vereséget követően a Magyar Kupa 3. fordulójában 34-23-ra verte az NB1-be is gödött Bakó Botond együttese. Igaz, a vezetőedző nem volt ott a meccsen, mivel a végül ezüstérmet szerző strandkézilabda válogatottat irányította a dohai világjátékokon. A szakember már hazaért, sőt egy csapatépítő almaszedésen is túl vannak a hölgyek, persze emellett az edzéseket sem hanyagolták el a játékosok, akik számára nem jött rosszul a szuszonási pihenő. Nyár óta nem nagyon volt hosszabb szabad idejük, és ebben az időszakban azért tudtunk adni nekik egy kis szünetet, egy kis szabadot, hogy ismételten feltöltődve, illetve frissen vágjunk bele ezen a héten a munkába. Úgy tűnik itt az edzések alapján, hogy ez hatékony volt és jó volt, hiszen nagyon jól dolgoztak a héten a lányok, és most megint azt láttuk edzésen, hogy jól folyik minden, illetve rendben vannak úgy fizikálisan, mint mentálisan is. Eddigi 6 meccsén a Kisvárda 2 győzelemmel, 1 döntetlennel és 3 vereséggel 5 pontot szerzett, így 6. a tabellán. A Békés Csaba 1 győzelemmel és 5 vereséggel a 13. helyen várja a mérkőzést. Ez a tabella jelen pillanatban még csalóka,
azért tudni kell, hogy most a Békés Csaba négyszer játszott Zsinórban idegenben, illetve bocsánat, ez lesz a negyedik mérkőzése, úgyhogy semmiféleképpen nem szabad a tabellából kiindulni, illetve az ott elfoglalt helyezésükkel foglalkozni. Ez most kiderült az előző héten Szombathelyen is. Én azt gondolom, hogy egy kielezett mérkőzés lesz, ugye mi nagyon kicserélődtünk, a Békés Csaba kevésbé, de mindenféleképpen azt gondolom, hogy hazai pályán győzni kell és győzni fogunk. Ezért lépünk pályára, illetve természetesen ezért dolgozunk. Én azt gondolom, hogy lépésről lépésre haladva előre, most hogyha tudtunk megint egy picit fejlődni, illetve dolgozni többet azokon a dolgokon, amiket tudtunk, hogy pótolnunk kell, és bizakodóak vagyunk benne, hogy ennek majd lesz a látszata is. Ki kell kapcsolnunk a Békés Csaba erősségeit, és nyilván hatékonyan csinálnunk a mi erősségeinket. A Kisvárda Békés Csaba mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban, a Kölcsey Televízió nézői pedig szombaton 21:55-től láthatják a találkozót. A hetedik forduló további párosítása következő: Dunaújváros, Győri Audi Eto KC, Ferencváros Mosonmagyaróvár, Albafehérvár KC Szent Istvánese, Érd Szombathely, Vác Siófok és MTK Budapest Debrecen. Összesen 55 érmet szereztek a nyíregyházi úszók a szezon első két versenyén. A hódmezővásárhelyi rövidpályás hódkupáról 7 arany, 8 ezüst és 7 bronzéremmel, a debreceni hajós Alfred kupáról pedig 12 arany, 12 ezüst és 10 bronzéremmel tértek haza a sportcentrum versenyzői. A hétvégén Nyírbátorban és Hajdúszoboszlón állnak rajtkőre a nyíregyházi úszók. Elkészülni! 7 edző irányításával, az előkészítő csoportokat nem számítva, több mint 100-an úsznak a nyíregyházi sportcentrum színeiben. Az őszi felkészülési időszakot követően október közepén elrajtolt a versenyszezon, és a nyíregyházi úszók bőséges éremterméssel zárták az első két megmérettetést. Elsőként Hódmezővásárhelyen ugrottak medencébe a nyíregyháziak, többek között Szurovcsák Ivett Hatházi Dóra, Trizner Olivér és Tajti Milán is rajtkőre állt a rövidpályás hódkupán, ahol 49 klub versenyzői indultak el. A hazai riválisok mellett a román, szlovák, szerb, finn és német úszókat felvonultató mezőnyben 22 érmet szereztek a nyíregyháziak. A hódkupáról nagyon jó szereplésen mondhatom, és nagy sok tanulsággal is jöhettünk haza. Rövid pályás verseny volt, ugye az őszi szezon nálunk jellemzően rövid pályás szezon, illetve hát rövid pályás bajnokság, rövid pályás Európa bajnoksággal végződik decemberben. Mindenképpen ezért mentünk. 8 versenyzőt vittem magammal, kiemelten azokat a versenyzőket, élversenyzőinket, akikre a rövid pályás bajnokságon számítunk. A nagyon jól szerepeltünk, távközi úszás nagyon jól megy, ami nagyon jó tanúság, hogy a sok forduló az rengeteg gyakorlást kívánt, tehát fordulóban, rajtokban még van hova fejlődni. Az elmúlt hétvégén Debrecenben a hajós Alfred kupa harmadik fordulójában a cápáktól az ifjúsági korosztálya bezárólag 25 nyíregyházi úszó állt rajthoz. 16 hazai egyesület több mint 200 versenyzője a lányoknál és a fiúknál is 9 számban mért összetudását. A nyíregyháziak 34 éremmet értek haza Debrecenből. Ez egy felkészülési verseny volt, itt már hosszú pályán versenyeztünk. Itt minden, azt mondta, hogy gyermekkorosztálytól fölfele serlő és ifjúsági korosztályos versenyzőkkel 26-27 versenyzőt vittünk erre a versenyre. Én azt mondom, hogy nagyon jól versenyeztek, kicsit családias hangulatú verseny volt. A környékbeli egyesületek, illetve Pestről is sokan lejöttek. Azokat a versenyszámokat preferáltuk itt, amik a felkészülési időszakban ilyenkor, hogy mondjam, csak tájékozódó jellegű, és mindenképpen visszajelzést adnak az eddigi munkáról. Ezen a hétvégén a nyíregyházi sportcentrum legfiatalabb úszói Nyírbátorban versenyeznek, a nagyobbak Hajdúszoboszlón, a Hungaroszpa kupán állnak rajtkőre. 3 régiós válogatott versenyző, Barna Bianca, Tajti Milán és Lengyel Áron péntektől a jövő hét végig Százhalombattán edzőtáborozik majd Kovács Rita irányításával. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban. A megye és a megyeszékhely legjobb általános iskolája lett a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskola, országos szinten pedig az előkelő 40. helyet ért el. Az eredményt az elmúlt 5 év kompetencia mérései alapján határozta meg az oktatási hivatal. Egy másik nyíregyházi általános iskolának, az Apácainak is jelentős szerepe van a megyében és az országban egyaránt. 2020. szeptemberétől itt indul elsőként francia két tannyelvű általános iskolai osztály.
Általános iskolai tananyag lesz hamarosan az újraélesztés. Az országos mentőszolgálat segítségével a 7-es diákok tanulhatják meg az életmentő technikát. A program során azt is szeretnék elérni, hogy minden iskolában legyen olyan felnőtt, aki rendelkezik ezzel a tudással. Közben hamarosan elindul az az új telefonos alkalmazás is, amely szintén a sikeres újraélesztések számát növelheti. A diákok hazafias nevelésének elősegítése a célja annak az együttműködési megállapodásnak, amelyet a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium és a Magyar Honvédség kötött egymással. A honvédelmi jellegű oktatás elemei a középiskola, testnevelés és osztályfőnöki óráin jelennek majd meg. A honvédség részéről kiemelték, nem katonákat akarnak nevelni a krúdis diákokból, csupán lehetőséget biztosítanak arra, hogy megkedveljék a hivatást. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 24-én csütörtökön friss hírekkel, legközelebb holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! A hét utolsó napjaiban túlnyomóan derült idő várható, ma éjszaka párássá válik a levegő, köd is képződhet, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 fok körül alakul. Pénteken napos idő várható kevés fátyol felhővel, csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul. A hétvégén még nem várható érdemi változás időjárásunkban, folytatódik az enyhe, kora őszi idő. Éjszaka nagy területen képződhet köd és réteg felhőzet, amely néhol akár napközben is tartósan megmaradhat. A hétfőn érkező hidegfront hatására azonban már jövő héten változékonyabbra, hűvösebbre fordul az idő.